Együttműködő partnerünk a 22 Butik Hotel rendezvényközpont. Esküvő helyszín Budapesten. A műsor támogatója a Kabiri Szőnyegház üzlet és webshop. Együttműködő partnerünk a T-Flotta Kft. Céges csapatépítések, talizmán nagyhajók. A műsor együttműködő partnere az nfcc.hu. Bármit felokosítunk. A műsor együttműködő partnere az Országos Vérellátó Szolgálat. Adj vért, ments meg három életet. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor együttműködő partnere a kulacsonline.hu. Az élet minden pillanatában. További együttműködő partnerünk Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte. Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például? Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosságban mondom, hogy nekem ez a tapasztalatom. Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban. Ja. Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a szállodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyimutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk. Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van. És a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán macskafék vagyok oroszlán, ahol szintén családban élnek. A családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el. Na és nálad? Na most az embereknél ugyanez van. Tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban. Onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek.
azért, hogy, ki, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes. Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségem, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki. Na és akkor a másik kérdés, hogy amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt nem, megkapja, akkor... Nem, az sose jelenti azt, nem. Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós végeredményhez eljussál. És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény? Nyilván nem tudom mindig, általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom, félúton, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem. És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni? Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem. Valamit mégiscsak kell csinálni. Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül? Hát az ember válogatja, no. Tudod. Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted? És hogyha valami miatt te nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne. El tudom mondani, képviselni tudom ezt. Képviselen? De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is. Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott? Mindig jó. Igen, az. De nem lenne elégedett. Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet? És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl? Hát ez már Évával is így volt a paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog. Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök, ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés. Bakonyban, egy bányászfaluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy felesége, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e, asszony mindent megcsinált, gyakorolta a családfői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát,
asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjér, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatolod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet. És mi lett velük aztán, ki tudja, azóta is így van, és most is igen, éppen igen, is az az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét. Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak? Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. Lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot. Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik azt, a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra. Tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell velük, vagy mindenkivel, akár a feleséged, mindenkivel, de igénylés, és meg is lehet adni nekem, vagy csak ha kéri. Nem, szerintem az a pont, az, nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg, de így tereli a legjobban, tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondoltad, hogy szeretné beszélni,
akkor is ott kell lenni 100%-ra, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy élnek behatások, vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, vagy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, már nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban. Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Együttműködő partnerünk a 22 Butik Hotel rendezvényközpont. Esküvő helyszín Budapesten. A műsor támogatója a Kabiri Szőnyegház üzlet és webshop. Együttműködő partnerünk a T-Flotta Kft. Családi rendezvények, legény és lánybúcsúk. A műsor együttműködő partnere az nfcc.hu. Bármit felokosítunk. A műsor együttműködő partnere az Országos Vérellátó Szolgálat. Adj vért, ments meg 3 életet. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor együttműködő partnere a kulacsonline.hu. Az élet minden pillanatában. További együttműködő partnerünk Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte.